A Sax Contrast című kamara jazz koncerten Ludányi Tamás és Bánfi Barna mutatkozott be meghívott zenésztársak szereplésével a tatabányai közönségnek. A két fiatal muzsikus bízik benne, hogy együttműködésüknek lesz folytatása. Lesz olyan szám, amikor csak klasszikus zene fog szólni, és lesz olyan, amikor jazz fog szólni, és lesz olyan, amikor együtt fogunk játszani. Ez a legelső fellépésünk, és reméljük, hogy örökké fogunk fennmaradni, és még tovább játszani. Nagyon jó lenne, hogyha ez tovább folytatódna. Klasszikus számmal fogunk kezdeni, aztán egy jazz produkció következik, és ez így váltakozik egymás után, majd a végén lesznek közös produkciók is. Jazz és klasszikus egybe. Én hoztam magammal egy jazz kombót, Tálas Áron zongorázik, Benko Ákos dobol és Bögöti Ádám bőgőzik. Elsősorban a jazz és a klasszikus zene iránt érdeklődőkre számítunk, de nagyon sok ismerősünk van itt a Tatabánya környékéről, és hát sokan el fognak jönni. Természetesen Ludányi Tamás édesapja is ott volt a koncerten, aki büszke apaként és muzsikusként is nagy izgalommal várta az előadást. Nem volt neki muszáj zenésznek menni, de annyi hangot és olyan élményeket hallott otthon, hogy úgy döntött, hogy elmegy zenésznek. De hozzáteszem, hogy ez a mai este is meglepetés számunkra, mert nem is gondoltam, hogy milyen produkcióval fognak kiállni, és nagy várakozással vagyok a ma esti koncert felé. A hangszert is ő választotta, nagyon jól megtanult klarinétozni annak idején, sőt, mi több úgy volt, hogy főiskolán klasszikus irányba fogja a zenei tanulmányait folytatni, de aztán a big band, aztán a jazz, aztán a szaxofon, otthonról, jó hangszer, szép hangszer, így jazz zeneművészeti egyetem lett belőle. Hát ez embere is tehetség válogatja, de én még nem láttam olyan tehetséges embert, aki nem dolgozik meg a szakmáért. Tehát, hogyha azt mondom, hogy napi 2-3 órákat kell fújni általában, akkor nem túlzok. Mint ahogy mondtam, meglepetés nekem is, tehát tulajdonképpen önálló utakon jár, úgy Németországban, mint itt Magyarországon, önálló elképzelése van, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog ma a klasszikus zene és a jazz találkozni.